hogy is van át, hogy könnyebb minden. Így összeállt a váz szerkezet, ugye? Így már alakul már lassan. Itt már csak fonni kell. Nem mindjárt hagyom a pincébbira. Ezért ugye már azt már reggel előkészítettem. De hogyha én ezt tudom minden, akkor már ez mondjuk lemeleget a másik idejét be tudtuk volna úgy csinálni, hogy rakok egyik fülőt, beteszem aztán a kéz. De majd máskor. De a karóját, a sehogy se tudtuk volna felvenni. Majd október. És következik a tódás. Hát igen. A tódásnál mire kell vigyázni? Hogy milyen takarásban legyen, de hát végül is. Ugye az előbb azért vágtam ki azokat a léket, amit még szélesebb volt. Hát hogy mondjam, hát itten, ahol itt kezdtem, de különben elbúvik az elég szépen. Úgyhogy ember itten a középtájon ugye elvágja. Értem. Másikot ráhúzza. Értem. Vagy ugye egyik bejebb volt, másik kijebb. Ezt mindig úgy kell csinálni, hogy amelyik belőlül volt, az húzódik kifele. Egyiket bejebb húz, a másikot meg kijebb. Úgy tolom kijebb. Igen, és akkor ugye, hogy így az ujjaim. Igen, mikor már itt páratlan, akkor mindig egymásra, nem akkor hogyha a páros volna, akkor egymásra menne mindig az egy, minden sor. De így az keresztezi egymást. Némelyik egy kicsit erős sikerült, de hát... Tapi meg, hogy ez most a pince volt, hogy milyen szívos. Ez úgy hajlik, ahogy nézze meg el. Ez csombérig úgy lehet kötni. Mintha ez ilyen bőrből lenne. Oh.
oda hajlik, ahol akar. Na most ez be is van áztatva, vagy csak a, vagy a pincének a nedvességétől ilyen? Ez reggel, hogy le lett hasítva, hogy meghúztam, akkor, ja, reggel először, mikor lehasgattam, akkor mártottam be. Mert... Mennyi ideig van bemártott? Hát csak annyi, hogy belemártottam az ízószan, kész. Kész, csak annyi. De csak azért... Tehát nem ázott benne? Nem ázott benne, de csak azért, hogy... A egyik vége meg volt szikkadva, jobban megkapta a kemencébe, mint a másik, behoztam. Szaporából úgy kaparnyer, mint izén, nem, szegült nem hagytam belőle. Na Imre, akkor most azt mondja már el, hogy most mi történik, melyik munkafázis? Hát most ezzel, mikor már bevégeztük a fonást, itt minden második karót lehajtogassuk, hogy mikor a karimát ráteszük, hogy ez lecsúszik, ugye lehajtsa az ember, és a második vagy harmadik szálveszőnél. Átdugjuk a szegőt, és azt tartja az egész mindenségét, és akkor nem csúszik föl. De... Ugye némelyik... Teljesen el kell vágni, vagy... Nem, félig bevágja az ember, és akkor így föl. Azért locsoltam be, elég is egy kicsit, mert már száraz volt, ugye tenni a pontáját. Tehát így jön a legegyek idő. Teljesen lehajtódik minden második. Amikor a kalap rám legyen, akkor idáig lejön, akkor nem hagyja felcsúszni. Sokan ugye azért érzelték, hogy megvették, aztán le se volt hajtogatva, azt mikor belehették a súlyt, ugye, benne volt 25 kg, megfogták a... Ezért az a karimát aztán csak feljött. Még nekem még nem hoztak vissza, hál' Istennek, hogy... Ha véletlenül úgy verik vélek, hogy na, a külső, ide nem tudom lehajtogatni, ha úgy törik el, akkor innen másikod lehajtom, hogy erős legyék vele. Másodikat, amit ugye meghagytunk, nem hajtogattuk le, azokat elvágjuk, mert utána lesz egy munkálat még, amit ide teszek be ezeket a tüzéket, hogy még a vesszőt szorítja, hogy ne, a szikkad megfelé még hozzá kell, még kimozdul. Az előbb is, mikor meghúzgáltam, két unnyival ment lejje, amit tönne volt a szikkadt. Most ha úgy hagytam volna, a tódása mindenfele szétcsúszik. Ugye tényleg másabb, mert... Szerdán meg ezen a rigóugrát. Aztán meghord azért a pincébe, csak szikkad valamennyit aztán.
Így szoktuk, mert ahova bele tudjuk tenni, de ahova nem, hát az olyan dolog, hogy... Ja, mostan a meszes izé oda bent van edény, ez csak már a meszet, ahogy lemosol róla, hogy ne fehérjödjék ki. És meg ezt itt így azért csak ezt szeretem volna megnézni. Ugyan mennyi szegény, nem tudtam pontosan menni az erdőzítene, hogy itt a két kosárnak a betanulásánk. Hát, na, jól mondom, hogy akkor ébresztő van, hogy kis háti csinálni kell. Meg kell lépni tovább, mert ott akkor nem hagyjuk annyira ott a soroknál, mert... Karimaján az első, ugye itt tehát gyengébbre szoktuk húzni, mert akkor öletlenül eltűnik, mert hát ugye elég némelyik parázsosztam. Megyek! Jó! Na, ha! 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 Na,
aztán dupla azok tudnak jönni, ha én csinálom, mert mit csinálom, mert... Úgyhogy... Jobban fogja a füli az egész mindenséget. Hát kell állnunk, mert bedöglött. Erre gondoltam az előtt. Azt mondja, mikor elértem végig, akkor visszatekertem még egyet, és akkor ellenkezőleg jön vissza, hogy akkor lesz így keresztbe végig a ellenkező leggel, és sokkal úgy mutat keresztbe. Na, haladunk. Adj Isten! Azt hittük, hogy messze tett.
Hogy? Azt hitték, hogy messze köt. Ja. Még el sem ment. Hát mondom, leszedem azt a kis paradicsomot, aztán úgy jövök le. De még közben hívtak telefonon. Közben telefonintézés is volt. Kalugben. Hát, igen. Thank you.